Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 29-én. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Danista holdházban van. Itt értékekről van szó, gyakran anyagiakról. Ez a holdház azt jelenti, hogy itt most lehetnek változások, legyen meg az elképzelés, legyen meg a hited, hogy az anyagiak javulnak. Benne vagyunk ebben a transformációban, és megvan arra a lehetőség, hogy az energiamezőt, különösen ami az anyagiakat, nyereményeket illeti, megváltoztassuk. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, illetve majdnem, hogy elfelejtettem, hogy a mai napon, tehát május 29-én van egy kapcsolat a Hold és Merkur bolygó között, sajnos ez a kapcsolat nem jó. Ez utal problémákra, nehézségekre, esetleg vitákra. A Hold az jelképezheti az anyukát. Lehet, hogy az anyukával vannak nézeteltérések. De a hold jelenti az érzelmeket is, és Merkur bolygó utalhat a kommunikációra, hogy valaki mond valamit, és ezzel megbánt bennünket. Vagy nehéz egy hangba jönni valakivel, mert itt vannak viták, félreértések. Erre kell ügyelni ezen a napon. És most tényleg megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolata felül látható. A ravasz, róka, az jelenthet negatív gondolatokat nála, mint például, ebből úgysem lesz semmi, én ezt nem érdemlem meg. El kellene neki búcsúznia ezektől a negatív gondolatoktól, hiszen ezek kiváltanak negatív érzelmeket is, például félelmeket vagy bizonytalanságokat. Persze ez a ravasz róka lehet egy személy is, egy nő vagy egy férfi, aki figyelgeti őt, közeledik hozzá rossz szándékokkal, hazudik neki, vagy becsapja őt. Tehát óvatosnak kell lennie. Amennyiben átlát ezeken a dolgokon, akkor van egy szép jövő, hiszen az út jelenti, hogy lesz egy új irány, és a ravasz róka ezt nem veszi észre, és akkor itt kivirágzik valami, szerencséje lesz. Ami az érzelmeit illeti, azt bal oldalon látjuk. Itt van a felhő valami átláthatatlan számára. És megjelenik az ostor is, ami fáj. Vagy ő okozza saját maga ezeket a fájdalmakat, mert nem hisz magában, nincs kiút, vagy az ostor azt is jelentheti, hogy mások támadják őt, vagy egy személy, akivel vitája van, akivel veszekednek, aki becsapja őt. Ez lehet a ravasz róka, ez a hamis személy. A felhő az jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Az is lehet, hogy valaki visszatért hozzá, akivel fél évvel ezelőtt voltak vitái, de azért még most is óvatosnak kell lennie. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Amennyiben te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Irányíthatod az eseményeket, vagy lesz egy meghívás,
hiszen ott van a ház, jelenti az otthonodat, és ő útban van hozzád. Az is lehet, hogy ő hív meg téged, és szeretné azt, ha te látogatnád őt meg, hiszen látni akar téged, találkozni akar veled. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható, ezúttal a H betűről van szó. Hogy mit jelent számodra a H betű, ezt leírhatod a kommentárba. Ami nekem úgy eszembe jut, hideg, Hévíz, Hanna, Heinrich. Középen látható a régi írásmód, az úgynevezett rovás írás. Ha én megnézem a képet, nekem az jut eszembe, hogy átölelitek egymást. Vagy azt is jelentheti a kép, hogy középen van egy négyszög, ez utal az alapokra, de azért van új irány is, ezek lehetnek külső kapcsolatok, vagy befolyások, vagy egy látogatás, vagy azt is jelentheti, hogy ti kifele mozdultok, vagy lesznek döntések. Ez a rovás írás hasonló, mint a német nyelvű területen a rúna, ami látható alul bal oldalon a rúna kártya, ugyanaz a szimbólum, mint a rovás írásnál, és ez a rúna azt jelenti, hogy kell egy fal, ami körülvesz bennünket, ami óv bennünket a külső befolyásoktól. Ami a napi energiát illeti, az jobb oldalon alul látható, ez a hölgy szomorú és sír, valami összetörött. Lehet, hogy összetörik valami, például egy csésze, de azért ne légy szomorú, hiszen vehetsz helyette egy újat. Amit a hölgy még nem lát, hogy a háta mögött ott van két kehely, jelenti a jövőt, és az még nincs összetörve. Van jövő, lesz egy jobb helyzet, nem kell szomorúnak lenni. Akkor is, ha a múltadról van szó, és ez elszomorít, gondolj a jövőre, hiszen itt lesz egy szerencsés fordulat. És én is fordulok egy új irányba, hiszen lezárom ezt a felvételt. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy hogy mit jelent számodra a H betű, vagy mit jelent ez a szimbólum, miért fontos, hogy most óvjuk magunkat, vagy az otthonunkat, hogy mit éltél át fél évvel ezelőtt, vagy mi a véleményed a hamis szeméről, mit törött el a környezetedben, ez lehet egy tányér, vagy tényleg egy pohár, és hogy megvan-e a bizalom, hogy minden jóra fordul. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Ágnes.